A bukovinai székely kultúra megőrzése a célja a Székelykör Egyesületnek a Bács-Kiskun megyei Garán. Az ifjúsági tánc csoport 2005-ben alakult az akkori nyári néptánctábor résztvevőiből. Iskolás gyerekek és fiatal felnőttek egyaránt erősítik a csoportot. Pallagi Veronika és Nádai Marcell, a legutóbbi, második dél-dunántúli hagyományőrző táncosok szóló és páros táncversenyén bronzminősítést kapott. Én 7 éve táncolok, egy táborban kezdtem, és a nagymamám itt élt, és ezért eljöttünk egy táborba, és megtetszett, és a testvéreimmel itt táncolunk azóta. Van egy ingem, egy mellényem, kötényem, felső szoknyám, 2 alsó szoknyám, meg egy pendajam. Nekem igazából mindig tetszett a tánc, és ez volt a legközelebb, meg a legismertebb számomra, és igazából már 8 éve táncolok. Nincsenek székely gyökereim, de viszont nekem tetszik ez a tánc, és szeretem is csinálni. Először is van rajtam egy székely harisnya, egy csizma, az ing, a mellény és a kala. A nadrágunk szokott csak változni. Van a fekete nadrágunk, és ez. A hagyományőrző táncversenyen kiemelt aranyminősítést ért el György Anna és Nádai Péter. Legalább egy ilyen 5 éve táncolok, nagyon megtetszett, én is egy táborban kezdtem, és anyukám mondta, hogy járjak ide. Igazából én is kikapcsolódok, jól érzem magam, és igazából nagyon jó szerintem. A bátyám is táncolt, és kedvemre jött, és elkezdtem táncolni. Párba szoktunk legtöbbször táncolni. Molnár Szabolcs, aki ezüst minősítéssel zárta a legutóbbi táncversenyt, már segít a kisebbeknek a lépések és csapások megtanulásában. A Garai Tánccsoportnál nagyjából olyan 9 éve táncolok, és azért táncolok itt, mert szeretem ezt csinálni, és a közösség is nagyon jó. Félig meddig széke vagyok, ugye nagymamai ágom. Én általában ilyen ezüstérmeket értem el, de én ezekre nagyon büszke vagyok, mert legalább így látszódik, hogy fejlődnöm is kell, meg azért elértem azt a szintet, amit úgy nagyjából lehet. A hagyományőrző táncversenyen további 1 arany és 1 ezüst minősítést kaptak a garai fiatalok. A néptánc csoport célja, hogy a gyerekek megismerjék a zömében Hadikfalváról érkezett ősök énekeit, táncait, ételeit és szokásait. A tánccsoportunk a Garai Székelykör Egyesület égisze alatt működik. Először ugye egy általános iskolás csoport volt, és ahogy teltek, múltak az évek, úgy igény volt a fiatalabbaknak is, hogy táncoljanak, de ugye ezt nem lehetett összehozni, hogy a legkisebbek a legnagyobbakkal, és ezért és a létszám is egyre duzzadt, így külön váltunk, most már 2 alkalommal is, és ezért van egy nagyobb bacskánk tánccsoport, így hívjuk őket, ők felső tagozatos diákok, illetve vannak egy aprók, akik óvodásokból és alsósokból állnak, úgyhogy külön dolgoznak, és így alkotnak ők egy-egy csoportot. Tánc faluba népszerű, tehát mint jó elfoglaltság, ugye vagy általában focizni tud egy faluba mindenhol, vagy táncolni, általában ez a 2 lehetőség van, és úgy gondolom, hogy a tánccsoport is jó alternatíva, hogy mit csináljanak, látják a munkákat, látják, hogy hova juthatnak el, határon belül, illetve határon kívül, és úgy gondolom, egy jó példa van előttük, amit ők is igyekeznek kihasználni. A tánc alapvetően nem sporttevékenység vagy versenytevékenység, de jelen pillanatban pályázati világot érünk, úgyhogy ha mi sikeresen szeretnénk szerepelni, akkor a megmérettetéseken, a minősítéseken, versenyeken, továbbképzéseken részt kell venni, és ezen jó, ha sikeresen szerepelünk, és hát mindenkinek a lelkének jó lesz, ha megdicsérik, úgyhogy igyekszünk eljutni ezekre. A gyerekek ruhái azok már mostanság készültek, tehát mind varrónők készítik a megfelelő szabás minta alapján és a mostan föllelhető anyagokból. Kevés, amelyik eredeti, és már nem biztos, hogy színpadra alkalmas. Van olyan viseletünk, ami eredeti, de azt azért nem igazán használjuk, csak nagyon ritkán, esetleg különleges ünnepi alkalmakkor. Ezek olyan ruhák, amit mostanság készültek, és nyugodtan gyűrhetnek bárhol. A versenyre bukovinai székely táncokkal készültünk, mindenki a saját falujának a táncát vitte, és
jelen pillanatban bukovinai székely ruhákban vannak, életkoruknak megfelelően fiatalabb lánykák vannak nálunk, ugye még nem asszonyok, tehát lányos viseletek láthatóak, a kislegénye egy budgyos parazgatya, illetve a székely harisnya jelenik meg, úgyhogy milyen különlegességek vannak rajtuk.